13 évre ítélték a férfit, aki hosszú ideig tervezgette, hogyan ölje meg az apósát. A szentesi agrármérnök végül ajándéksörnek álcázott fagyálóval mérgezte meg felesége apját. Genetikai és nyelvész szakértő is segítette a lebuktatását. A férfi indítéka elég meghökkentő, azért ölt, mert megvetette apósa alkoholista életmódját. Pokoli kínoktól eszméletét vesztett nyugdíjas férfit szállítottak be 2021. szeptemberében az Orosházi Kórházba. Az orvosok a tünetek alapján mérgezésre kezdtek gyanakodni, riasztották a rendőrséget. Nekünk az volt a feladatunk, hogy tisztázzuk, hogy ezt a mérgezést mi miatt szenvedhette el. Idézte fel az ügy részleteit korábban a nyomozás vezetője. A súlyos állapotba került 62 éves S. Pál felesége megemlítette a rendőröknek, hogy egy nappal korábban betoppant hozzájuk a veje, kezében egy születésnapi ajándékcsomaggal, amiről azt mondta, a postaládánál találta és átadta az apósának. Ez a sörös üveg volt benne, melyre egy sárga cédulát is biggyeztettek, miszerint az ital küldője bizonyos Jóska és Miska. A nyomozók felkutatták az idős ember címboráit, volt kollégáit, de mind hiába keresték a rejtélyes ajándékozókat. Egyszerűen ilyen Jóska-Miska nem volt, és már önmagában az a körülmény, hogy mi ilyen ismerősöket nem találtunk. Ez is arra utalt nekünk, hogy valami nem stimmel ebbe a történetbe. A rendőrök szándékos mérgezésre kezdtek gyanakodni. Ezt erősítette az elkészült vegyész szakértői vélemény is, miszerint nem pancsolt pia, hanem tömény fagyálló volt a sörös üvegben. Kórházba kerülése után 12 nappal az idős ember belehalt a lehúzott fél deci fagyállóba. Attól kezdve a gyilkosát üldözték a nyomozók. Az új nyomszakértő és a genetikai szakértő az áldozaton kívül 2 ember mintáját találta meg az ajándékon, Espál feleségéjét és a vejéjét. Kifejezetten olyan pontokon keresték a DNS-t, ahol csak a tettes hagyhatott nyomot, például ahol lehúzta, elszakította, rásímította a celuxot a palackra. Közben nyelvész szakértő vizsgálta a cetli 4 sorát, kiderült, hogy szándékosan torzított írással készült. Balázs Géza, az ország 4 igazságügyi nyelvész szakértőjének egyike, azt mondja, mindenkinek megvan az egyedi stílusa, ami tudatalatti. Mindenki egy sajátos mondatszerkezetet használ, tehát sajátosan építi fel a mondatait. Ezt azt lehet, hogy megpróbálok másként beszélni, hogy eltorzítom a hangomat, ilyeneket lehet, de ha folyamatos szöveget írok, akkor elárulom magam pillanatokon belül, pontosabban visszatérek az eredeti saját grammatikai énemhez. Tehát nem lehet becsapni. Végül az ajándék postázója, Pali bácsi veje megbukott a hazugságvizsgálaton. A házában a rendőrök minden bizonyítékot megtaláltak, a cetlitömböt, a tollat, a csomagolópapírt és a maradék fagyállót is. Amikor szembesült vele, hogy a rendőrök körbekerítették, összeomlott, és mindent részletesen elmesélt a rendőröknek. A temesvári születésű B. Zsolt agrármérnökként végzett az egyetemen, de vasúti váltókezelőként dolgozott. 7 évvel ezelőtt vette el Pali bácsi lányát, most 4 éves kisfiúkkal szentesen éltek. B. Zsolt igyekezett jó kapcsolatot kialakítani rokonaival, az apósát azonban ki nem állhatta. Alkoholistának, a saját szavaival egy lumpennek tartotta, aki gyerekkori traumájára, alkoholbeteg szülőjére emlékeztette. A vádlott egyre jobban haragudott az idős férfire, aminek otthon gyakran hangot is adott. Egy családi összejövetelen nyílt összetűzésbe került az időskorú sértettel, akit alkoholista f***nak nevezett, amiért az ittas állapotba került és zárt térben a vádlott kiskorú gyermeke közelében dohányzott. Ezután fogant meg a vádlott fejében, hogy meg kéne szabadulni az apósától. Töprengett, tervezett, éveken át némán. Végigvette a gyilkossági módszereket, aztán döntött. Biztosan tudta, hogy ha mérgezett italt küld, függő apósa nem tud majd ellenállni neki. Először 2021. januárjában próbálkozott, vett egy üveg pálinkát, fagyállót tartalmazó anyagot kevert bele, és névnapi ajándéknak álcázva elvitte apósa szarvasi lakásához. A postaláda alá tette, de pár nappal később ugyanott találta, ezért személyesen adta át a nyugdíjas férfinak, azt hazudva, hogy úgy találta. S. Pál rendszeresen rájárt az üvegre, de semmi baja nem lett. A méreg mennyisége ugyanis csak töredéke volt a halálos adagnak. Ha B. Zsolt később nem vallja be ezt a kísérletet a rendőröknek, sose derült volna ki. A mérnök azonban nem adta fel, legközelebb biztosra ment. Ezúttal nem higította a fagyállót, amit ebbe a csatos sörös üvegbe töltött. A vádlott a mérgezéshez azért választott nem átlátszó üvegpalackot, a sértetlen ne tűnjön fel az etilén-glikol jellegzetes kék színe. 8 hónappal később, 2021. szeptemberében, apósa születésnapja környékén B. Zsolt az ismert módszerrel megint megmérgezte. Mondom őszintén, én csomagoltam be, szóval is engem már átszették, hogy módon születésnapot a fogasó szeretett. A szentesi férfi a bíróságon se tagadta tettét. A magyarázata annál furcsább. Azt állítja, családját akarta megvédeni az italos rokontól. Én sajnáltam, nagyon sokszor sírvajtát. Annak kellett volna beleszedni az életébe. Szegó tornázó is miatt a húsom miatt. Nem máson szerint váltam azt is. A gyilkos mérnök azonban mindent elveszített, amit óvni akart. Felesége már válik tőle, és kisfiát se láthatja felcseperedni. Szeretnék bocsánatot kérni, a feleségemtől is. Valamit soha nem fogom megbocsájtani. B. Zsolt a tárgyalásról lemondott. A gyulai törvényszék hozzátartozója előre kitervelt megöléséért 13 évre fegyházba küldte. A vádlott a kiszabott szabadságvesztés büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet egyelőre nem jogerős, B. Zsolt még reménykedik az enyhítésben. Végig szipogta a tárgyalást, védője szerint látható összeroppanása is bizonyítja, hogy nem veszélyes ember, és már megbűnhődött a tettéért. A gyulai törvényszék bírája azonban ezt másképp látta. Igen, hosszasan tervezte ezt a cselekmény elkövetését, és pont az erősíti meg a vádlott személyében rejlő társadalmi veszélyességet, hogy az első eredménnyel nem járó kísérletet követően sem mérlegelte a vádlott azt, hogy elálljon esetleg a későbbi próbálkozástól, hanem igazából még inkább motiváltá vált. A mérgezéses gyilkosságok jellemzője, hogy a tettes megbújhat a háttérben. Nem kell közvetlenül érintkeznie áldozatával, nem kell tartania az ellenállásától, és nem látja az áldozat haláltusáját, lelkileg is könnyebb végrehajtani. A lebukás kockázata azonban nagy, ma már nincsenek kimutathatatlan szerek, alig akad évente 1-2 halálos mérgezés. A napokban viszont egy gyöngyösi nő ellen is vádat emeltek, aki a fagyállós gyilkossággal pontosan egy időszakban az anyját mérgezte meg. Az idős asszony pszichiátriai betegséggel küzd. Azzal kezdődött el, hogy az édesanyját ápoló nagyanyja időközben elhunyt, és mivel már nem volt, aki az édesanyjára vigyázzon, ezek indíthatták el azt a folyamatot, ami abban csúcsosodott ki, hogy úgy döntött, hogy megöli az édesanyját. A 41 éves vádlott 2 évtizede szakképzett nővérként dolgozott a gyöngyösi kórházban. Amikor 2021-ben idős anyját is be kellett szállítani az egyik osztályra, lánya kérésére átköltöztették oda, ahol ő volt beosztva. A nő ezután kizárólag orvosi utasításra adható, külön szekrényben elzárva tartott morfint szerzett, azzal az ürüggyel, hogy azt más betegnek kell beadnia. 2021. szeptemberében, amikor ügyeletesként dolgozott a kórház osztályán, különböző gyógyszerszármazékok keverékével, infúzió útján történő beadás útján túladagolta édesanyját azért, hogy őt megölje. Az idős asszony túlélte a mérgezést. Lánya csak annyit mondott a nyomozóknak, hogy nem emlékszik semmire. A gyógyszer túladagolás következtében a sértett súlyos életveszélyes állapotba került, életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás, valamint a több hónapig tartó gyógykezelés mentette meg. A gyöngyösi nőt előre kitervelt emberölés kísérletével vádolják, az ügyészség 8 évet kért rá, és azt, hogy végleg tiltsák el hivatásától. A bűnügyet az egri törvényszéken tárgyalják hamarosan.